Beindult az új tanév, beindultak az ilyenkor szokásos betegségek is. Erről beszélt híradónknak a város népszerű házi gyermekorvosa. Dr. Schmidt Péter arra kérte a szülőket, ha a gyerek lázas és köhög, semmiképpen ne engedjék el óvodába vagy iskolába. Szeptember közepe van, visszajöttek a nyári szabadságolásról. Hűvösebb, esős idő, gyakran van az, hogy a gyermek reggel fáradtan, lázasan ébred, tehát mindenképpen felhívjuk a szülők figyelmét arra, ha egy mód van rá, betegen semmiképpen ne engedjék el közösségbe. A másik nagyon fontos dolog, hogy hosszú-hosszú sorok és dugók vannak az iskolák előtt. Arra kérek mindenkit, hogy ha egy mód van rá, negyed órával korábban induljanak el, az a stressz, ami az autóban van, kiad a szülőre, kiad a gyermekre, és sokszor úgy esik be az iskolába, hogy lelkileg és idegileg nagyon megviselt, és ezért a szülőket figyelmeztetem arra is, hogy ilyenkor a reakcióidő is megváltozik, tehát a különböző közlekedési problémák, meg gondoljanak arra, hogy a féktávolság betartása, egymás követése fontos legyen, és hogyha már az iskolánál tartunk, akkor gyakorlatilag folyamatban van egy új igazolási rendszer, ami azt jelenti, hogy nem minden iskola kapcsolódik még be a bizonyos krétarendszerbe, nem minden orvosi rendelő tudta ezt elvégezni, türelmet kérünk, van egy feltétel, hogy amíg mindenki egységesen nem csatlakozik be, addig papírformátumban is, épp az elő voltak itt, elfogadják az igazolást. A szakember arról is beszámolt, nála ugyan nem, de a kollégáknál ritka betegségek ütötték fel a fejüket. Ilyen például a nyugat-nílusi láz, a kanyaró vagy a szamárköhögés. 1954 óta Magyarországon kötelező a védőoltás szamárköhögés ellen, tehát az 54 előtt születettek a veszélyeztettek, illetve az autoimmunbetegségbe szenvedők, illetve az idősek. Egy darabig hiányzik volt a oltóanyag, de én javaslom, hogy azok, akik úgy érzik, hogy hosszantartóbb köhögés, láz, húzó, kutyaugatásszerű köhögés van, mindenképpen kérjék az orvosoktól a szamárköhögésén oltás beadását. Mikor adjuk be az elsőt, minden csecsemő 2 hónapos korába kapja, ebből következik, hogyha 1 vagy 2 hetes korba kapja meg, akkor bizony nagyon oda kell figyelni. Ennek a megelőzésére, már a terhesség 3. trimeszterébe adják az édesanyáknak az oltóanyagot úgy, hogy mire a gyermek megszületik, már védett legyen. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Nem minden esetben kell adni, de hogyha az anyánál elhúzódó köhögés, fáradékonyság, magas láz van, javasoljuk a szülésznőgyászok részére, hogy ezt mindenképpen adják be. Az évekkel ezelőtti Covid járványhoz ugyan nem hasonlítható mértékben és súllyal, de bizonyos Covid utóbetegségek is rendszeresen bukkannak fel. Ezektől a házi gyermekorvos szerint nem igazán kell tartani. 2019-ben egy Covid járvány indult, ami gyakorlatilag azt hittük, hogy 2021-22-re le fog csengeni, maradvány tünetei vannak. Az egész világon tulajdonképpen mindig újabb és újabb jelei történik annak, hogy valamikor egy Covid volt néhány évvel ezelőtt. Erre nagyon jó példa a flört, ami május-júniusban volt. Ennek a tünetei nem voltak veszélyesek, nem volt halálos, de az elmúlt napokban ismét fölmerült, hogy bizonyos nyugat-európai országokban előfordulnak bizonyos újonnan megjelenő Covid-szerű, de komolyabb fertőzést nem okozó betegségek, tehát mindenképpen felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy fáradékonyság, magas láz, köhögés esetén mindenképpen keressék meg a körzeti orvosukat. Dr. Schmidt Péter arra kérte a családokat, vigyázzanak egészségükre, mert a mostani hektikus időjárásban nagyon könnyű megfázni, vagy bármilyen betegséget elkapni.